Janis Natasa pedig, aki a mezőny egyébként legfiatalabb tagja, kivéve a kínai kislány. Tessék megszámolni, jól megnézni. Barna hajó, szőke lány. Brüné a balján, hozzánk egyre közeled, idem kettővel feljebb világos kék hajóban. Kiválóan rajtolt el Janis Natasa és a többiekkel. És jó félhajóval a mezőny élén jár. Itt van Janis Natasa. Nagyszerűen ment el, idem közelít fel rá, de még mindig azért a jó másfél méter Natasa előnye. A hármas pályán Katrin Wagner a harmadik helyen. Tehát ők hárman kiváltak a mezőnyből, Brüné kettejük között. Idem egyre közelít Natasára, de még mindig Natasa vezet. Hamarosan 250-hez közelednek. Nyilvánvaló, hogy még egyszer meg kell indulni ezen a rövid távon belül is, hogy mikor, azt majd Natasa pontosan fogja tudni, remélem. Katrin Wagner alatt Pejszakovics is nagyon megy. Tehát a verseny várhatóan ugyanolyan nagy, mint aminekre számítottunk. Janis Natasa még mindig vezet, Josefa Idem a második, most már Brüné a harmadik. 300 méternél állnak, Caroline Brüné is beleerősít még, de Natasa is, most már háromnegyed hajó az előnye. Natasa, gyerünk, most már nem sok van. Josefa Idem próbálkozik, de egyre hátrább kerülnek, már egy hajóhoznyi a magyar lány előnye. Harmadik helyen Brüné, tehát Janis, Idem, Brüné. És nagyon csodálkoznék, ha nem ez lenne a sorrend a végén. Egy teljes halóhosszal, és még 10 méter. Janis Natasa már olimpiai bajnoknak érezheti magát. Mert ebben a pillanatban az is. És második Idem, harmadik Brüné. Hát ezt így is vártuk. Hát így van. Hát ezt a boldogságot. De jó volna hallani, mit kiabál. Lobognak az ilyen győzelmet, ilyen fölénnyel. Azt mondja Komlosi Gábor, nem saját magáról, hanem jól olvas szájról. Én vagyok a legboldogabb ember a világon. Na-na, és milyen sokat tett boldoggá? Szép volt, Natasa, zeng, ezt meg én is hallom oda hátról. Hű, de nagy győzelem volt ez is. Erbanova csúszik oda mellé és gratulál. Hát csak csöndre mondom, nehogy hencegésnek tűnjön, már úgy értem, hogy Natasa nevében. De megverte őket. Hű, de nagyon megverte. Na, és még egyszer látjuk ám ma. Hát hol a többi? Csak akkor jönnek be a képbe, amikor ő már átment a célon. Második Idem, harmadik Brüné. Emlékszem arra a rövid nyilatkozatra még Budapesten, amikor azt mondta, hogy hát Brünét meg kell verni. Hát Idemet is meg kellett verni, de hát innen úgy nézett ki, mintha a világ legkönnyebb dolga lenne, és micsoda időt ment. 1:47.741 ezred. Tessék megnézni, gyakorlatilag 2 másodperccel verte meg a mezőnyt, de ne esse. Még jönni kell. Egy csodás lány. Örökké kiegyensúlyozottnak látom, örökké jókedvűnek, és amikor nem, akkor is elszánt volt legfeljebb. Hát ez nagy öröm. Vártuk, mire lehet biztosan menni egy olimpián? Semmire, természetesen. Schmidt Gábor, a főtitkár öleli át elsőnek. És hát mostan minél előbb pihenőhöz kéne jutni Natasának. Csuda boldog. Most a világot magához elelni szíve szerint. De
Rajtcél győzelem volt gyakorlatilag, amikor először láttuk egy vonalban a 9 hajót, már jó egy méterrel elől volt. Hát itt vannak a lányok. A dobogó felé már oda is táncolva megy a Natasa. Szerintem még ott is a stégen is jár egy kis táncot, és hát természetes, mint mindenki a magyar csapatban, először a túlsó oldalra integetnek, hisz tudják, hogy azok, akik ott a napon a szélben kitartanak, és akik a hangokat küldik be a vízre, a biztató hangokat, hogy elsősorban azoknak érdemes megköszönni, akik vették a fáradtságot, az anyagi áldozatot is, és meglehetősen szűkös körülmények között, nem is egy közülünk sátorozva így úgy amúgy, de itt. Csak aztán ez az eufória majd ott a hajóban, amikor most már lassan vissza kell menni. Az aranyérem és az olimpiai bajnoki cím. Magyarország képviseletében Janics Natasáé. Hát kérem szépen az adatok. Janics Natasa 1982. június 24-én Bácska-Palánkán született. A Démász Szeged versenyzője, Rozsnyói Katalin, az edzője, Fabiani Rozsnyói Katalin, nevelőedzője, édesapja Janics Milán volt. Kétszeres világbajnok, ő 2-4-es hajóban nyert világbajnokságot, 200, illetve 1000 méteren. Az előző Celiában, a másodikat a 4-es hajóban, Gainesville-ben, az Egyesült Államokban tavaly. Aztán el kéne indulni Natasa, még odaszólítja a két helyezettet maga mellé egy fényképre. Hát őszintén szóval egy kicsit sajnálom is Natasát azért, hogy nem tudja a végsőkig kiélvezni a lehetőséget. Mert hát sietni kéne oda a kajakkettesek rajtjához. A szél tovább erősödött, nem nagy boldogság, de hát mit csináljunk. Remélem a lányokat nem fogja zavarni, de hát még előzően jönnek a gyurik. A két gyuri.